Kedves gyülekezet, minden egyes alkalommal, amikor ide állok, mindig van bennem egy, nem csak amikor ide, hanem bárhova, amikor az Isten igéjét megnyitom, mindig van bennem egy olyan szorítás, hogy Uram, vajon sikerül-e mindazt, amit nekem adtál átadni, vagy hogy fog megnyílni az Isten igéje a számunkra, és vágyom arra, hogy Isten szent szelleme ma is itt legyen közöttünk, és az Isten szellemének a kenete szükséges ahhoz, hogy egy ige ne csak betű maradjon közöttünk, hanem élet legyen. Vágyom erre, hogy ez bekövetkezzen minden esetben, minden alkalommal. És azokat is szeretném köszönteni most, akik majd esetleg az interneten megnézik, vagy visszahallgatják ezt az üzenetet, és kívánom, hogy az Úr áldása, az Úr kegyelme legyen rajtuk, és legy hozzon életet. Az elmúlt szombaton és vasárnap a gyülekezeteinkben az az üzenet ment körbe, hogy lehet élnünk a test vezetése alatt, testi módon, és lehet élnünk szellem szerint, szellem által. És a Galata levélből, az 5. részből szeretném még egyszer felolvasni ezt az üzenetet, illetve ezt az igét, a Galata levél 5. rész 16. versétől, amely így hangzik. És mondom pedig, szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek. Az egyszerű fordításban ez az ige, ez a 16. vers így szól, éljetek a Szent Szellem állandó irányítása szerint, akkor a régi emberi természet kívánságait nem fogjátok teljesíteni. Ez az egyszerű fordításban. 17. vers. Mert a test a szellem ellen törekedik, a szellem pedig a test ellen. Ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok. Ha azonban a szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt. A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalóak, amelyek ezek. Házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások, és ezekhez hasonlóak, amelyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek. De a szellem gyümölcse a szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Ti pedig Krisztuséi vagytok, és a testet megfeszítettétek indulataival és a kívánságaival együtt. Szellem szerint élünk, és szellem szerint is járjunk, mondja az Isten igéje. Halleluja, dicsőség ezért Istennek. Ez az üzenet volt a igei alapja annak az üzenet sorozatnak, amelyet az elmúlt héten ami szívünkbe vettünk, és erről beszéltünk, hogy igenis éljünk az Isten szent szellemének vezetése alatt, és csodálatos az egyszerű fordításban, hogy éljetek szent szellem állandó irányítása szerint. Mint ahogy sokszor el szoktuk mondani, hogy minden ige és minden dolog annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle, tehát a gyakorlati oldala az, amely fontos, tehát hogyan valósítjuk meg, hogyan éljük meg az Isten igéjét. És a szellemben való járás és a testben való járást ma én szeretném megvilágítani elétetek,
szeretném, ha Isten szelleme megvilágítaná előttünk, egy embernek két fia esetében, tehát egy apának két gyermek esetében, hogyan járt az egyik, és hogyan járt, hogyan élte az életét a másik. Ez az apa, ezt az apát úgy hívják, hogy Jákob. Az Ószövetségben, ószövetségi igéket fogunk venni, és az Ószövetségben mondhatnánk azt, hogy de hát törvény szerint éltek az emberek, és a törvény parancsolatait megtartották. És azt olvassuk itt, hogy ha szellemben járunk, akkor a törvénynek a szabályai nem lesznek reánk mérvadók, illetve nem fogják meghatározni, illetve befolyásolni úgy az életünket. Péter apostol azt mondja az első részének a 24. vagy 25. részében, hogy az Isten beszéde pedig megmarad örökké. Ha örökké megmarad, az azt jelenti, hogy kezdetektől kezdve volt, és megmarad örökké. Tehát megvolt az Ószövetségben, és megvan az Új Szövetségben is, és meg nem változik. Ugye még ezt hozzá szeretném tenni nektek azt az igét, amely a zsidókhoz írt levélben van leírva, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Ezek olyan alapvető igék, amelyek meghatározzák a mi gondolkodásunkat, meghatározzák a mi hozzáállásunkat az Isten beszédéhez, a keresztény hívő életünkhöz, a mindennapi, hétköznapi életünkben, az életünk közé, és azt szerint akarunk járni, hogy az Isten beszéde bennünk megfoganjon, és éljünk általa. Az Isten beszéde az, amely életet ad nekünk. És hogyha itt van a Bibliátok, akkor fordítsátok a Bibliátokat Mózes első könyvéhez, mert ott fogjuk nézni ennek az édesapának két fiát, két fiának az életét. Igazából szólva, az egyik fiú lesz József, a másik pedig Júda. József történetét nagyon szeretjük. Hát hogy ne szeretnénk, a kisgyermekektől kezdve, az egyik legcsodálatosabb dolog, és itt már látom, hogy ki is tették a logót, az ide vonatkozó logót, egy embernek két fia. Az édesapa Jákob, aki egy ősatya, pátriárka. Jákobnak az apja Izsák, Izsáknak az apja Ábrahám. Isten, amikor bemutatkozik, akkor így mutatkozott be az ősatyáknak. Én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak atya. Én beszélek veled. Így mutatkozott be Jákob 12 fiának, ugye mert 12 fia volt és egy leánya. Így mutatkozott be a későbbiekben, így mutatkozott be Mózesnek, Józsuénak, így mutatkozott be a prófétáknak, egészen Dávidnak, akit nagyon szeretünk. Tehát minden, úgy mondom, hogy minden meghatározó szellemben hithős embernek így mutatkozott be az Úr. Én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Ugye a Biblia kutatók szerint még a pátriárkák közé soroljuk a 12 pátriárkát, Jákobnak 12 fiát. Csodálatos látni ezt, végignézni, de igazán mélyen, amikor a sorokat is olvassuk, és a sorok közé is nézzünk, és kezdjük kielemezni, akkor nagyon-nagyon sok olyan dologra rájövünk, hát ez mondta a 21. században történik. Ez a mi korunkban történik, és ez nekünk szól, és a Biblia nagyon egyértelműen mondja, hogy azért írattattak meg ezek a dolgok, hogy nekünk a tanulságunkra, és hogy kielemezzük ezt, és járjunk. Még egy igét szeretnék mindenek előtte eléjétek tenni, a Malakiás 3-ban van megírva, amely így szól, hogy könyvek írattatának meg. Mindannyiunkról, mindannyiunk cselekedeteiről könyvek írattatának. Így mondja a Malakiás 3-ban, 21 vagy 22. versben, vagy a 15-16, most az nem is olyan fontos, hogy hanyadik versében, hogy az Úr pedig figyelt, és figyelte az Isten embereinek az életét, és könyvek íratának meg feljegyzés. Miért kell a könyv? Hát Isten mindentudó. Föltettem magamnak a kérdést, miért kell a könyv? Hát Isten mindent tud, mindent lát,
olyan memória van a háttérben, amely minden időben mindent elő tud hozni. Én úgy gondolom, igazán nekünk kell. Nekünk. Mi hajlandók vagyunk elfelejteni dolgokat, és az van megírva, hogy ki jut a mennybe? Az jut, akinek a neve az életnek könyvébe van beírva. De az életkönyvében nem csak ennyi van írva, hanem ott alatta ott van egy fejezet. Egy fejezet. És amikor, akik láttuk a történetet, itt a, volt valamikor egy színdarab, amit előadtunk itt a gyülekezet, a mennykapuja, a pokol lángjai, ez volt a címe, és a mennykapuja és pokol lángjaiban ott van előttem egy kép, amikor megérkezik az ember, a férfi vagy a nő a mennyországhoz, és az angyal ott van, és kezdi keresni a nevét. Megtalálja. És ott izgul, hogy be van-e írva a neve. De míg ott az Úr mond valamit, kér valamit, nem csak a neve van beírva, hanem az angyal még ott talán egy mondatot mond. Az az egy mondat, ami oda be van írva, az összefoglalja az egész lényünket. Nagyszerű dolog az, amikor készültem erre az alkalomra, úgy gondolkodtam, Uram, vajon az az angyal, akit mellém rendeltél, vajon hogyan foglalja össze az életemet egy mondatba? Amit majd el fog mondani nekem, vajon mi lesz az az egy mondat? És a Galata levélben leírott dolgokban, az 5. részben valahogy úgy lehet nézni, hogy test szerint járok, vagy szellem szerint. Testben élem meg a keresztény életemet, hívő életemet, vagy szellemben. Ez az ige nem a hitetleneknek szól. Ez az ige, ez a Galata 5, ez nekünk szól, akik ismerjük az Urat. Hogy hogyan éljük meg, hogyan használjuk fel a dolgainkat, mert minden ember, amikor megszületik, kap Istentől egy ajándékot, és ebben az ajándékban ott van már benne minden lehetősége az ajándékbannak, az ajándékcsomagnak, kap egy ajándékcsomagot, egy csodálatos ajándékcsomagot, és hogy melyik buton fogja felhasználni ezt az ajándékcsomagot, a keskeny úton, vagy a széles úton. Tehát, hogy hogyan bontja ki. Nem is olyan régen egy fiatal ember jött hozzám, és azt mondotta nekem, hogy Misi bácsi, imádkozzon már értem, mert beadtam a pályázatomat az X-faktorra. És szeretnék az X-faktorba sikeres lenni. És mondtam neki, hogy fiam, vagy az X-faktorba leszel sikeres, vagy az Isten útján leszel sikeres. A kettő nem fog együtt menni. Hát nincs már a gyülekezetünkben. Az X-faktorba eljutott egy bizonyos ideig, aztán eltűnt. De az Úrnál sincs. Sokszor szoktam imádkozni érte, hogy Uram, hozd vissza, keresd meg. Na, menjünk vissza ide az igéhez, ugye Ábrahám, Izsák, Jákob és Jákobig jutottunk el, és Jákobnak két fiáról szeretnék ma nektek úgy kibontani, hogy mit jelent az, hogy hogyan éltek. Én meg vagyok győződve róla, 100%-osan, hogy Izrael, akit Jákobnak hívtak, akinek az első cselekedetei, azok a csaláshoz, mert ugye a neve, maga a neve is ez, hogy Jákob a csalót jelent, a családhoz kötődnek. Ez az ember állandóan egész életében a gyermekeit, a 12 fiát és a lányát úgy nevelte, hogy megismerjék Istent. Meg vagyok győződve, mert tudta, hogy az örökség, mivel neki ennyi gyermeke van, az örökség rajta keresztül bontatódik ki. Ugye az ősatya, ugye azt olvassuk, azt tanultuk, meg azt ismerjük a Bibliában, úgy ismerjük Ábrahámot, amint aki arra volt, az volt jellemző Reá, hogy Ábrahám amerre ment, mindenütt oltárt épített. És ez egy fantasztikus dolog. Ábrahám útja amerre vezetett,
Ahogy kijött Úr városából az első helyen, ahol megálltak, Ábrahám pedig oltárt épített. Aztán onnan vitte tovább Isten, szólt neki, megérkezett, Ábrahám pedig oltárt épített az Úrnak. Aztán ment tovább, 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 legalább 8-10 helyre föl van sorolva a Bibliába, ebben a rövid kis ige szakaszokban, ahol Ábrahám pedig oltárt épített az Úrnak. Csodálatos. Mindenütt, ahol erre visszatekintünk. Aztán Izsák a fia, az van róla leírva, ami legjobban jellemző, Izsák pedig bármerre ment, mindenütt kutakatásod. Kutakatásod. Izsák volt a kutásó. Van is egy ilyen prédikációm valamikor nagyon régen, az Izsák a kutásó. Izsák pedig kutakatásod mindenütt. Megérkezett, azonnal kiadta a parancsot az ő munkásainak, a szolgáknak, kutatásni. Inni irány kutatásni, keresítek meg, hogy hol van a víz. És Jákob pedig oltárt épített és kutakatásott. Mind a kettő jellemző volt rá. Oltárt épített és mind a kettő. És volt még egy harmadik nagyon nagy jellemző Jákobra, hogy mindenütt begyűjtötte az áldást. Tehát a Jákobra ez a három dolog volt a jellemző. Oltárt épített, kutatásott és begyűjtötte az áldást. A Bibliámban összeszámoltam, hogy Ábrahámot egyszer vagy kétszer van leírva, hogy Isten megáldja. Izsákról azt hiszem, hogy egyszer. És Jákobról ötször van leírva, hogy Isten megáldotta. Egyszer az apja, és négyszer pedig Isten. És olyan annyira ragaszkodott az angyal, ereszel, mert el kell menjek. Ugye tudjuk, hogy az Úr angyala az Ószövetségben Jézus Krisztus. És azt mondta, nem. Amíg meg nem áldasz engem, addig nem engedlek el. És mit csinált az angyal? Megérintette az ő csípő csúcsát, csípő forgócsontját, és kiment a forgó a helyéből, és akkor megrezzent, és összerezzent, és meg elengedte az angyalt. És az angyal kiszabadult onnan, megtette volna, hogy ellaki, de Isten nem ilyen. Isten nem fog eltolni soha. Kiszabadult, és megáldotta. És mit mondott neki? Legyen a te neved Izrael. És ez volt az egyik legnagyobb áldás. Tehát amikor az egyik legnagyobb áldás, nincs fokozat, de azért mégis vannak szellemi szintek, nagyságok, és az egyik legnagyobb áldás, amikor új nevet kapott, és onnantól kezdve a mai napig használjuk ezt a szót, ugye? Izrael. Amikor Izraelt kiemlítjük, megemlítjük, akkor Jákob leszármazottairól beszélünk. Dicsőség ezért Istennek. És ez az ember nevelte a fiait, mind a 12 fiát, Isten félelemre. Azt mondja Ábrahám, tudom, hogy megparancsolja az ő fiainak, hogy megtartsák és tiszteljék az én szabályaimat, és féljék az én nevemet. Ezért mindent elmondok neki. De tehát az azt jelenti, hogy megtartsák. Tehát Ábrahám, amikor beszélt Izsákkal, amikor beszélt Jákobbal, mert ők találkoztak egymással, nincs leírva, hogy Ábrahám találkozott Jákobbal, de az unokája volt, és megparancsolta neki, hogy félje és tisztelje az örökkévalót. És ezt meg is tette. Egész életében így élt. És ezt továbbadta a fiainak. A fiúk hogyan éltek? A fiai hogyan éltek, ez tőlük függött. Az Isten igéje nagyon egyértelműen beszél erről, és hogyha most ki fogjuk elemezni egy kicsit, megnézzük Júdának és Józsefnek az életét, akkor meglátjuk azt, hogy teljes mértékben tőlük függött, hogy azt az ajándékot, amit megkaptak, azt mire használták föl. Amikor mi az Istent megismerjük, amikor újjászületünk, amikor betöltekezünk Szent Szellemmel, akkor még megyek vissza, amikor megszülettünk, kaptunk Istentől ajándékot, és az növekedett bennünk. És aztán újra kaptunk ajándékot Istentől, amikor újjászülettünk, mire használjuk föl és hogyan, teljes mértékben tőlünk függ. Az Isten dicsőségére, vagy pedig a magunk dicsőségére.
és szeretném a szívetekre helyezni, hogy egy apának, ennek a két fiának az élete nagyon-nagyon kibontja, és meglátjuk előtte, hogy hogyan élhet egy ember. Vegyük előbb Józsefet. József, úgy olvassuk benne a 40. illetve 41. részben, a 41. résznek a 38. verse, amikor már Józsefnek az élete úgy mondom, hogy sínre került, vagy már a célnak a befejezés, illetve a célba ért, tehát már előre ment, akkor a Egyiptom királya így fogalmaz, találhatnék ehhez hasonló férfiút, akiben az Isten szelleme van. József az az ember volt, akiben az Isten szelleme benne volt. Lehet az Isten szelleme valakin rajta, lehet valaki kívül és befolyásolhatja, de lehet benne. Azt olvassuk az igébe, hogy Józsefben az Isten szelleme van, benne van. Rajta van, benne van. Tehát az egész élete az Isten szellemének a vezetése alatt volt. És csodálatos látni azt, hogy ez a 17 éves fiú, ami 17 évesen indul el az ő szolgálati útjára, és amikor Istennel találkozik, mert az első álom az egy találkozás Istennel, onnantól kezdve ez az egész életét meghatározza. Az Úr szelleme van benne, az Úr vezetése alatt van, rengeteg nehéz körülménnyel megy keresztül, de Isten vele van, és telve volt Szent Szellemmel, és volt egy rá egy jellemző, ami az ősapjára volt jellemző Ábrahámra, hogy mindennél jobban szerette Istent. Ábrahámról az van leírva, hogy mindennél jobban szerette Istent. Még a saját fiánál is, ugye, Izsákot meg is áldozta. És ugyanezt látjuk Józsefnél is, hogy mindennél jobban szerette Istent. Mert úgy olvassuk az igébe, a 39. résznek a 9. versében, hogyan követhetném el ezt a gonoszságot, és hogyan vétkezhetnék az Isten ellen, az én Istenem ellen. Tehát nézzük Józsefet. Ugye, a Józsefről a 39. részben az első, második, harmadik versében azt olvassuk, hogy Józsefet a testvérei eladták egy Midianba embernek, aki épp Egyiptomba tartott, és a rabszolga piacra vitte Józsefet, és a rabszolga piacon eladta. Hát ez egy szép perspektíva. Ez egy szép jövő, ugye? Ez egy szép karrier, hogy egy fiatalembert, aki 17-18 éves lehetett ebbe a korba, rabszolgapiacra viszi egy ismeretlen ember, és eladja. A rabszolgapiacon, aki meg akarta venni, illetve megvette, Potifárnak hívták ezt az embert, és Potifár megnézte, izmos, erős, épp fogazattal rendelkezik, csontja nincs eltörve, lábát megnézte, nincs eluttalpa. Láttatok már rabszolgapiacon egy embervásárt? Néhány filmben láttunk már ilyet. És így nézte meg. De van valami itt leírva a második versben, és a második versben az van írva, de az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt. De az Úr Józseffel volt, és áldott ember volt. Eladta a rabszolgakereskedőknek, gondolom nem tudom mennyit kapott a 10 testvére Józsefért, amikor kihúzták a kútból, de eladták, hogy a kereskedő, ez a Midian kereskedő mennyit kapott, lehet, hogy 10-szeresét kapta, érte, de lényeg az, hogy bekerült Egyiptomba, és az ő útja elindult valamerre, és úgy olvassuk, látta pedig az ő ura a harmadik versben, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent áldottá tesz az ő kezében, és kedvesé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki, háza felvigyázójává tette, és mindenét, amilyen volt, kezére bízta. És ez időtől fogva semmire nem volt gondja, mert megáldott az Úr az egyiptomi embernek házát Józsefért, és az Úr áldása volt mindenen, amilyen csak volt, a házában és a mezőn. Itt szeretnék megállni. Amikor valaki az Isten embere és Isten szent szelleme van benne, ez az ige ma is érvényes. Tehát, hogyha én dolgozom valahol,
ha én Isten embere vagyok, akkor Isten meg fogja áldani a munkaadómat is rajtam keresztül. És ez nagyon fontos, hogy tudjuk ezt. Fontos, hogy legyünk ennek biztos tudatában, hogy Isten meg fogja áldani azt az embert, azt a céget, azt a vállalkozást, azokat az embereket, akik velünk kapcsolatban vannak. És mert az ige nem változik. És azt olvassuk az igében, és nem akarom olvasni, az időnk megy, hogy Potifár rábízta az egész házanépét, rábízta a teljes gazdaságot, az irányítást, és mindenért ő volt a felelős, ő végezte a munkát, fiatalember volt. 24-25 éves korban egyszer csak a Potifárnak a felesége szemet vetette erre az emberre, és azt mondja neki, 7. vers. És lőn ezek után az úrának felesége Józsefre vetette szemeit, és mondta, feküdj le velem, hágy velem. Ő azonban vonakodik, és mondta az ő ura feleségének, imi az én uramnak, én mellettem semmi gondja nincs, az ő háza dolgaira és amilyen van, mindenét az én kezemre bízta. Senki sincs nálamnál nagyobb, ő a házban, és tőlem semmit sem tiltott meg, csak téged, mivel hogy te a felesége vagy. Hogy követhetném hát el ezt a nagy gonoszságot, és hogyan vétkezhetném Isten ellen? S lőn, hogy az asszony minden nap mondogatta Józsefnek, ő nem hallgatott rá, hogy vele háljon és vele egyesüljön. Lőn egy napon, hogy valami dolgát végezni ment a házba, háznép közül senki sem volt benne a házba, és megragadta őt a ruhájánál fogva, és mondta, háj velem, ő pedig ott hagyta a ruháját az asszony kezében, és elfutott és kiment. És amikor látta az asszony, hogy mi történt, akkor nagy ribilió csapott, összehívta az egész házat, és bepanaszolta a héber rabszolgát. És úgy olvassuk az igében, hogy Józsefet, a 20. vers, vette azért Józsefet az ő ura, és tömlözbe vetette, amely a király fogjainak volt fönntartva, és ott volt a tömlözben. És itt van egy 21. vers, de az úr Józseffel volt. És kiterjeszté rá az ő kegyelmességét, kedvesét tette a tömlősztartó előtt. Néhány napon belül, néhány héten belül, azt olvassuk az igébe, hogy elkezdődött újra megismétlődni a dolog. A tömlősztartó látta, hogy itt ez az ember más, mint a többi. És rá bízta a foglyokat. És úgy olvassuk az igében, hogy a tömlősztartó a foglyokat reábízta, és József kezébe adta, úgyhogy ami ott történik, minden ő általa történt. Nagy dolog. És semmi gondja nem volt a tömlősztartónak, és azokra, ami a keze között voltak, mivel az úr Józseffel volt, valamit csak cselekszik, az úr áldottá tette. Három szóval leírva, egyetlen szakaszban, a 39. részben, hogy az úr Józseffel volt. És innen tudjuk a történetet, hogy a király házába került az álomfejtés által, és olvassuk, tudjuk, hogy az úr pedig Józseffel volt. Csodálatos. Egy szellemi ember, aki a szellem cselekedeteiben jár, így él, hogy az úr pedig Józseffel volt. Tehát, aki szellemben végzi a dolgait, az életre hivatott el. Ez fontos megjegyeznünk. A szellemi emberre Isten visel gondot. Tehát aki szellemben jár, Isten visel rá gondot. És ezt érdemes megjegyeznünk. Ha József nem lett volna szellemben járó ember, akkor engedett volna Potifár asszonynak. És lett volna egy házi szerető. És rövid időn belül a gazda ezt megtudta volna, és megölte volna. De az élet a szellemben való cselekedetek által adatott nekünk. És ez fontos megtanulnunk. Ez egy ószövetségi ige. És mennyire látszik az, hogy az ószövetségben is érvényes volt ugyanaz, amit Pál apostol a Galata levélben leír. De akkor látjuk ezt igazán, nagy mérvűen, és az összehasonlítást akkor tudjuk megtenni, ha megnézzük a másik fiút is. A másik testvért is,
akit Júdának hívnak. És ha fordítottok egyet a Bibliátokban, a 38. részhez fordítunk, akkor ott valami nagyon-nagyon különös történetet tudunk olvasni. Elmondom nektek, hogy igazából, és kérném a következő képet, igazából a 38. részt nagyon-nagyon sokszor elolvastam már, de igazából mindig csak átfutottam rajta, és nem tettem neki nagy hangsúlyt. De az elmúlt héten, amíg az én testvéreim szólták az evangéliumot, Isten egyszerűen megvilágosította nekem ezt az igét, hogy ennek a szépségét, hogy odafigyeljek. Tehát itt látjátok az embernek a két fiát, Jákobnak a Lea feleségétől született Júda, és Jákobnak a Ráhel feleségétől született József. Kérném a következő. Ugye, és itt most megyünk a 38. részhez. Ez itt lesz ez a kép előttünk, és azt látjuk, hogy Júda egy kanaánbeli leányt vette feleségül. 38. rész. És lőn abban az időben, hogy Júda elment az ő atya fiaitól, és betért egy adulámbeli férfihoz, kinek neve Hira volt. És meglátott ott Júda egy Sua nevű kanaánbeli férfiúnak leányát, és elvette azt, és bement hozzá. És az fogadta a méhében, és szűle fiat, és nevezi azt Hérnek. És ismét fogadta a méhében, és szűle fiat, és nevezi azt Ónánnak. És még egyszer szűle fiat, és nevezi azt Sélának, és amikor azt szülte, kezimben volt. És itt most megállok. Júda Jákobnak a fia. Ugyanazt a tanítást kapta, mint József. Júda kiment a világba. Ma így fogalmaznánk, hogy Júda fogta az ő dolgait, kezébe vette, majd mindjárt megnézzük, hogy mit, és elhagyta az apját, gondolom az édesapa adott neki néhány száz birkát, néhány száz ökröt, és azt mondta, apám, eljött az én időm, nagykorú lettem, megyek a magam útjára. És Júda elindult. Kiment a világba. Elindult, gazdag volt, szép ember volt. Nagyszerű ember volt, fiatal ember volt, erővel duzzadó ember volt, és kiment a világba. És azt olvassuk, barátságot kötött egy kánaánbeli férfiakkal, jöttek a barátai, jól élt, és meglátott egy Sua nevű kánaánbeli férfiúnak a leányát, és elvette feleségül. Nem hívta meg az apját az esküvőre, nem csinált csodálatos ünnepet. Tudjuk azt, hogy a kánaánbeliek bálványimádók voltak, és imádtak egy, több istent imádtak, de volt egy istenük, amelynek az elsőszülött fiút megáldozták, megégették. Bálványimádók voltak, radikális, kemény harcosok voltak. Ilyen nép között élt Izrael, mármint Jákob. És ezekhez a népekhez csatlakozott oda Júda. És azt olvassuk, hogy egy Sua nevű embernek a lányát, figyeljétek, még Jákob, vagy Júdának még a feleségének a neve sincs följegyezve. Ennyire nem tartotta fontosnak a Bibliát író ember, és itt hadd tegyem zárójelbe, Mózes volt az az ember, aki nem csak előre profétált, hanem visszafele is. Tehát nincs följegyezve Júda feleségének a neve. Kanán belé férfi lánya. És volt egy fia, az első szülött fia Hér. A második született fia Ónán, a harmadik pedig Séla. 7. vers. Figyeljétek. De Hér, Júdának első szülött fia, gonosz volt az Úr szemei előtt, és megölte őt az Úr. Paf. Jön a testi embernek az első gyümölcse. A testi ember első gyümölcse, meghal az első szülött fia. Azt olvassuk,
az igében gonosz volt az Úr szemei előtt, és megölte őt az Úr. Amikor olvastam ezt az igét, megölte az Úr? Hát Isten hajlandó megölni valakit? Pelesz, megszorult egy kicsit a szívem, elmegy egészen a mindenható odáig, hogy megölte az elsőszülött fiút. És azt olvasuk tovább, a hatodik verset azért még olvasom, ez nagyon fontos mondat. És vett Júda az ő elsőszülött fiának, Hérnek feleségét, és ennek a neve Támár volt. Tehát az elsőszülött fia már Júdának fölnövekedett, kin ott a világba, elérte, vegyük 20-21 éves lehetett körülbelül, vett neki egy feleséget, akinek Támár volt a neve, szintén kanaánbeli, szintén nem az Isten népe között, pedig tudjuk azt, hogy az volt megírva, azt hagyta meg József, hogy az ő nemzetségeiből vegyenek, illetve Izsák, Izrael, vagyis Jákob, Ábrahám, Izsák, Jákob, azt hagyták meg a fiaiknak, hogy az ő nemzetségükből vegyenek feleséget maguknak. És Júda kánaánita nőt vett feleségül a fiának, akinek a Támár volt a neve. És Hér ezzel az asszonnyal élt együtt. És úgy olvassuk, hogy mivel gonosz volt, az Úr megölte. És mondta Júda a második fiának, Ónánnak, 8. vers, eredj be a te bátyád feleségéhez, vedd feleségül, mint sógor, és támasz magot a bátyádnak. Ónán pedig tudta, hogy az a magzat, vagyis az a gyermek, amely megszületik, nem az övé. Ezért, amikor az ő bátyának feleségéhez bement, a földre eresztette a magot, vagyis a spermát, hogy a bátyának magot ne támaszon, vagyis utódot ne támaszon. Itt úgy szeretném a szívetekre helyezni, hogy ezt úgy hívják, hogy sógorházasság. Az Ószövetségben volt egy szabály, hogyha egy embernek több fia volt, és az első fiú meghalt, és annak a feleség, és nem született utód, akkor a második fiúnak el kellett feleségül kellett venni az ő testvérének a feleségét, és az első született gyermek, fiúgyermek, az az ő bátyjáé volt, nem az övé. Tehát a bátyjának a fia volt. És ahogy itt látjuk, ugye Hérnek a felesége Támár, nincs utód, meghal. Aztán a második fiú onnan, ugye, elveszi, illetve Júda kötelezi, Júda, az apa kötelezi, hogy vegye feleségül az ő testvérének a feleségét, Támárt, de nem támaszt fiú gyermeket néki, hanem maszturbál, azt így mondjuk, maszturbált, és nincs utód. Igen ám, de valamit olvasunk. 10. vers. És gonosznak tetszik ez az Úr szemei előtt, és amint cselekszik, annak okáért megölte őt is az Isten. Hoppá! Már a második halál. Már a második gyermek hal meg, második nem gyermek, felnőtt ember hal meg, ezek felnőtt férfiak, a második hal meg, és még Júda mindig nem veszi észre, hogy helytelen úton jár. Pedig Júdának van egy hatalmas ajándéka, amit Isten odaadott a kezébe. Majd meg fogjuk nézni később. És 11. vers. És mondd a Júda Támárnak, az ő menyének, maradj özvegyen, ameddig a te atyád háza, és menj a te atyád házához, amíg az én fiam Séla fölnevekedik, mert úgy gondolkodik Júda, ne talán ez is meghal, mint az ő bátyai. Elment azért Támár, és marad az ő atyának házában. 12. vers. Sok idő múlva pedig meghalt Sua leánya, a Júda felesége. Paf. Kedves testvéreim, a szellemi ember láttuk Józsefnél, a testi embert láttuk Júdánál. Júdánál már a harmadik haláleset következik be a családban. Meghal az elsőszülött fiú, meghal a második szülött fiú, és meghal Júda felesége, akinek a nevét se tudjuk. Meghal, és Júda körülbelül 50 éves lehetett ekkor,
özvegy emberként éli az életét. Maradt egyetlen gyermeke, akit Sélának hívnak, aki kicsi volt abban az időben, amikor meghalt a második testvére, és ennek a felesége, aki Támárnak hívnak, várja, hogy majd megnő. Majd megnő, és majd ez a fiatal fiúcska lesz az ő férje, és majd nem egyet, hanem két gyermeket ad neki. Ugye, mert ez a törvény, hogy az első gyermek lett volna az elsőszülött fiájé, a Héré, a második gyermek lett volna Onán fia, és a harmadik gyermek majd lett volna Séla fia. Ez a törvény. És Júda el van kenődve, el van keseredve, és azt olvassuk az igében, hogy a megvigasztalódék, vagyis az azt jelenti, hogy kitöltötte az egyéves gyászévet, és levetette a gyászruhát, és kiment az ő gazdagságához, 12. vers, sok idő múlva pedig megvigasztalódék, és elment az ő juhainak nyíróihoz, az ő barátjával, az adulámbeli Hérával, Timnába, és hírul adták pedig Támárnak, mondván, imi a te apósod Timnába megy a juhainak nyírására. Levetette azért magáról Támár az özvegyi ruhát, elfátyolozta, beburkolta magát, és kiment az Enaim kapujába, amely Timnába vezető úton van, mert látta, hogy fölnövekedett Séla, és mégsem adták őt annak feleségül. És meglátta pedig őt Júda, és tisztátalan személynek gondolta, mivel hogy befedezte az orcáját. És odament hozzá, és mondta neki, engedd meg kérlek, hogy bemenjek hozzád, hogy veled álljak. Mert nem tudta, hogy az ő menye az. Azt pedig mondta, mit azt nékem, ha bejössz hozzám? És felelt, küldök neked az én nyájamból egy kecske fiat. És mondta, adsz-e zálogot, míg elküldöd a kecske fiat? És mondta, micsoda zálogot adjak néked? És mondta, a gyűrűdet, a gyűrűd zsinórját, a pálcádat, amely a kezedben van. És itt most megállok egy kicsit. Az 55 éves Júda megy egy messzebb levő nyájához, és a négyes úton, igen, hadd fordítsam le nektek a 21. századra, a négyes úton ott vannak a prostituáltak, akkor úgy mondom, hogy a nyájához vezető úton, egy falutól nem messze, ott van egy fölavatott prostituált nő. A fölavatott prostituált nő abban a korban, ha megnézzük az igét, az azt jelenti, úgy kellett öltözni, hogy az arcát lehessen látni, de csak a fátyolon keresztül, ez egy sötét fátyol volt, aztán úgy kellett öltözni, hogy a derekáig lehessen látni, hogy hogy néz ki az a nő, a fátyolon keresztül átlátszó legyen, egy felavatott prostituált nő ott ül az úton. Júda, aki már évek óta nem volt szexuális kapcsolata, erővel telve meglátja ezt a nőt. Nagyszerű. Elindul nála a kémia, és oda megy hozzá, és azt mondja, gyere, hálj velem, mit kész érte? És megkérdezi, mit adsz érte? Támár nem gondolta, hogy ezt fogja kérdezni az ő apósa. Nem azért ment oda, hogy majd prostituáltként vele legyen, hanem azért, hogy hát, ha találkozik vele. Mert egy nő nem mehetett volna ki az utcára, vagy az utakra csak úgy. Különösen özvegyasszony nem mehetett ki, meg volt az előírás, hogy mit kell tenni. És azt mondja Júda, adok neked egy kecskét. Hatalmas, nagy értékre értékelte, ugye? Egy kecskét. Több ezer juha van, több száz kecské, és egy kecske fiat, még nem is egy kecskét, egy kecske fiat ad neki. Igen ám, de ez az asszony másképp gondolkodott, ismerte az ő apósát. Ismerte az apósát, hogy az apósának van
Az apósának van egy nagy-nagy ajándéka. Ez az ajándék pedig egészen más. Egy olyan ajándék, amelyet Istentől kapott. Tudjátok, amikor valaki kap Istentől egy ajándékot, akkor lehet, hogy még észre sem veszi, hogy neki van egy ajándéka. De az ajándék elkezd növekedni, és elkezd kimutatni. Akár Isten félő emberként éli az ember az életét, akár szellemi ember, akár testi emberként éli, az Istentől kapott ajándék előjön. És Júdának volt egy ajándéka, ami előjött. Júda, amikor fiatal ember volt, elment az apjához, és azt mondta, apa, nem vennél nekem egy gyűrűt, amiben oda van írva az én nevem, ami monogramom, és majd oda tudom tenni egy pecsétként? Azt mondta az apja, dehogy nem, hát miért ne? Te egy nagyszerű fiú vagy. Veszek neked. De vegyél egy zsinort is, amit az derekamra kötök, amely a gyűrűvel össze van kötve, hogyha leveszem, akkor az ott legyen a zsinórban rajta. Persze, veszek. Aranyzsinort. Apám, nem vennél nekem egy aranypálcát is? Olyan szépen, mert járok, így lengetem, így megyek, és mindig azzal támaszkodom. Persze, fiam. És tudjátok, mit kérdezett az apa? Az úrtól, uram, Istenem, mit jelent ez? Mit jelent ez? Mit akar ez a fiú? Mi van ennél elrejtve? És tudjátok, mit mondott neki Isten? Figyeljétek, nézzétek csak meg, mi van leírva. A 49. rész. 10. vers. És egy atyáknak kell, hogy odafigyeljenek a fiaikra, hogy meglássa, hogy milyen ajándék van ott. Mert mit mond az írás? Ámos könyvénél van leírva, hogy nem cselekszik addig az Úr, még megjelenem jelenti azokat az övéinek a profétáknak. A proféták pedig kihirdetik. A 10. versben az van leírva, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca az ő ágyékából, míg nem eljön Síló, és a népek neki engednek. Mi volt? Mit kért ez az asszony tőle? Visszamegyünk a 38. részhez. Ad nekem a gyűrűdet, ad nekem a gyűrűdnek a zsinórját, és ad nekem a pálcának. Minden ajándékot elkért tőle, amit Isten adott neki. Mindent. Na, ilyen a világ. Ilyen a világ. Amikor Istentől kapunk ajándékot, mindent megpróbál elszedni tőlünk. És azt olvassuk, add nekem. És odaadta azért néki, és bement hozzá, és teherbe ejtette. Azután fölkelt, elment, levetette magára az özvegyi fátyolt, felvevő az ő özvegyi ruháját. Illetve levetette magáról a fátyolt, felvette az özvegyi ruháját. Júda is, mint aki jól végezte dolgát, lesöpölte a ruháját. Na, ez is megtörtént. Egy éjszakás kaland, és kérném, hogy hozzátok a következőt. Ugye, Júda, aki készítette nekem ezt a rajzot, itt van egy hold. Vajon miért van az a hold? Azért, mert minden fény elzáródott Júda szemei elől. És nem látta, hogy ez a Támár az ő menye. Valaki, az ifjak kérdezték tőlem, hát hogy nem vette észre? Hát hogy nem látta meg, hogy ki ez a nő? És azt olvassuk, hogy Júda pedig, mint aki jól végezte dolgát, elvégezte a feladatát, elment a gazdaságába, és 20. vers, megküldé pedig Júda a kecskefiat az Adulámbeli barátjától, hogy visszavegye az állagot az asszonytól, de nem találta azt. És megkérdi a helység férfiait, hol van az a felavatott parázna nő, aki Enaim mellett az útfélen van. És azok mondának, nem volt erre felavatott parázna nő. Visszatért pedig Júdához az ember, és mondta, nem találtam azt meg, a helység lakosai is azt mondják, nem volt erre felavatott parázna nő. És mondta Júda, tartsa meg magának, hogy csúfán ne legyünk. Íme én megküldöttem a kecskefiat,
te pedig nem találtad meg őt. Tartsa meg magának. Micsoda képmutató mondat. Csak senki meg ne tudja. Megtörtént, oké, elveszett a gyűrű, oda van a zálog, na de hát, veszett már több is Budánál, vagy hogy van a közmondás, Mohácsnál. Veszett már több is Mohácsnál, semmi gond nincs, csak senki meg ne tudja. Ez a testi embernek a gondolkodási módja. Senki meg ne tudja. Tartsa meg magának. Igen ám, de 24. versben azt olvassuk, mint egy 3 hónap múlva jelentették Júdának mondván, Támár a te menyed paráználkodott, és imé terhes is a paráznaság miatt. És mondta Júda, vigyétek ki őt, és égettessék meg. Bam. Nem tudta, hogy ő az apa. Júda, ha megnézzük a Galácia levélből, és visszamegyünk oda, és aki tudja, fordítson is vissza. Galáciai levél 5. rész. A testnek cselekedetei pedig ezek. Házasságtörés. Júda nem volt házasságtörő, mert özvegy volt. De parázna volt. De tisztátalan volt. De bujálkodott, mert a saját menyével feküdt le. Bálványimádó volt, mert a kánaáni népek bálványát tette, akik varázslók is voltak egyben. Versengett, gyűlölködött, haragudott, visszavont, irigykedett, és majdnem már negyedszer is gyilkos lett. Ezek a testnek a cselekedetei ki megnyilvánultak. Júda ugyanannak az embernek a fia, mint József. És mit mond? Vigyétek ki, és égettessék meg. Mikor pedig kivitték, mielőtt pedig kivitték, Támár elküld az ő apósához mondván, attól a férfiútól vagyok terhes, akié ezek. És mondanék ki, ismerd meg, kérlek, kié a gyűrű, a zsinór és a pálca. Az ószövetségi szabályt, ha megnézzük, akkor ebben az esetben valóban az a szabály, az a törvény, hogy a parázna asszonyt meg kell égetni. Előbb meg kell kövezni, aztán el kell égetni. Igen ám, de nem csak az asszonyt, hanem a férfit is. Hanem az van írva, hogy a férfival együtt. Kerestessék meg a férfi, és vele együtt. És ezt sejtette, vagy tudta, és az asszony védekezett, és azt mondja, hogy elküldte, és mondd meg, ítéld meg, mert azé a gyermek, aki ez a gyűrű, ez a zsinór, és aki a pálca. Ismerd meg, kérlek, ki a gyűrű, a zsinór, a pálca. És megismerte Júda, és mondta, igazabb ő nálamnál, mert bizony nem adtam őt az én fiamnak, Sélának, de nem ismerte őt többé Júda. Kedves gyülekezet, ez az ember a cselekedeteiben, mivel kiment a világba, és nem élt egy védelem alatt, nem élt az Isten szelleme alatt, szinte azt lehet mondani, hogy minden cselekedete testi volt. De itt ebben a pillanatban a kegyelem, az Isten kegyelme elkezd működni. Elkezd leszállni, mert ez az ember itt megtér. Mit mond? Igazabb ő nálamnál. Vagyis elismeri, az egyszerű fordítás úgy mondja, és fölismerte Júda, hogy ez mind az övéi, és azt mondotta, ő igaz ember, igazabb nálamnál. És az egyszerű fordítás azt írja, még egy mondatot írda tesz, és nem bántották többé Támárt az ő cselekedete miatt. Nem csak amikor megtért és visszatért az ő atyáinak Istenéhez, amikor kijelentette, hogy ezzel, hogy ő igazabb nálamnál, ezzel azt jelentette ki, hogy én viszont bűnös vagyok, akkor Isten kegyelme elkezdett működni. És a csoda itt van benne, hogy ez az asszony
visszaküldte az állogot. Visszakerült az ajándék, ami Istennek ajándéka Júdához. A pecsét, amely a szövetségnek a jele, amely a zsinór, amely odaköt minket a szövetséghez és az Úrhoz, és a bot, amely a hatalmi jelkép, ami egy hatalmi jel volt, amely azért adatott Júda, az ő születésének pillanatában Isten előtt ki volt választva arra, hogy megszülessen a megváltó az ő törzséből. És ha megnézitek a Lukács evangéliumában a nemzetség táblázatot, akkor azt látjuk, egy nagyon érdekes dolog van, hogy Jézus nemzetség táblázatában ott van benne Pérec, Támárnak az első szülött fia. És ez a csoda. Isten kegyelme. Pérec a Lukács evangéliumában ott van leírva, hogy Jézus nemzetség táblázatába kerül be. Dicsőség ezért Istennek. És ez a Pérec elmegy Egyiptomba, és végig látja mindazt, azt, amit Isten csodát tesz. A Egyiptomba bevonuló 70 férfival, 70 családtaggal együtt ott van. Vagyis ez azt mutatja nekünk, hogy Júda teljes erejével visszatért az Úrhoz. Teljes, egész lényével visszafordult Istenhez. Elhagyta a világot, elhagyta a régi életét, és megtért. És valószínű, hogy megbékélt az apjával is. És csodálatos, mert azt mondja az ige, és lőn, amikor szülésének ideje eljött, ikrei voltak. És Isten kegyelme megint kimunkálódik, mert Júda a meghalt két fia helyett kap két unokát. Tehát lényegében látjuk, hogy a két elhalt fia helyett két unoka születik. És lőn, hogy szülés közben az egyik kinyújtotta kezét, és megfogja a bába, és kötött rá egy vörös fonalat. És mondta, ez jött ki először. De lőn, hogy amikor visszavonta a kezét, imi az ő testvére jött ki. És mondta a bába, hogy törtél magadnak rést? Ezért nevezte az ő nevét Péresznek. És azután kijött a testvére, akinek veres fonál van a kezén, és nevezte az ő nevét Zerának. Pérez magyarul azt jelenti áttörés, utat törni magának. Így nevezte el a bába, ezt a nevet adta neki. A Zera pedig azt jelenti, hogy az Isten dicsősége. Csodálatos üzenet van ebben is, de most nem akarok erre kitérni, hogy minden ébredést megelőz az Isten dicsősége. Aztán pedig áttörés jön, az ébredés áttörést hoz, és életet hoz, élet jön elő. De visszatérve, ez az asszony, Támár, betöltötte azt, amit Júda elvesztett. Megőrizte az Isten dicsőségét, az Isten elhívását. Megőrizte azt, amit Isten odaadott neki, és lehet, hogy már 30 éve őrizte a gyűrűt, a zsinort és a pálcát. Új értelmet nyert, újat nyert, mert Jákob, amikor később, amikor már Egyiptomban megáldja az ő fiait, ugye, és ez a 49. részben van, így mondja Júdáról. Júda, téged magasztalnak, atyád fiai, kezed ellenségeidnek nyakán lesz, meghajolnak előtted atyáidnak fiai. Oroszlán kölyök Júda, zsákmányt ejtvén felmentél, fiam, lehevert, lenyugodott, mint a hímoroszlán, és mint nőstény oroszlány, kiveri föl őt. Itt egy picit megállok. Jézusnak van egy neve. Ő pedig a Júda beli oroszlán. Innen ered, innen származik. Látjátok, Isten milyen kegyelmes. Hogyan tudja megváltoztatni azt, amit az ember bűnben cselekszik. Hogyan tudja teljesen újjá tenni. Hogy mondja az írás, Korintusi levél. A régiek pedig elmúltak, és imé újjá lett minden. Nézzük, menjünk csak tovább. 10. vers. Nem múlik el Júdától a fejedelmi bort, sem a vezéri pálca az ő ágyékából, még nem eljön Síló, és a népek néki engednek.
és szőlőtőhöz köti szamarát, nemes venyigéhez szamara vemhét, ruháját borban mossa, felöltőjét szőlővérében, bortól veresek szemei, tejtől fehérek fogai. És van egy csodálatos mondat. A 28. vers, Izrael pedig minden fiát, mindegyiket a tulajdon áldásával áldotta meg. Na ez egy csodálatos ige. Izrael, Jákob, az ő 12 fiát, az ő tulajdon áldásával áldotta meg. Ez mutatja az, hogy egyikünknek sem kell törekedni arra, hogy a másiknak a szolgálati területére belépjen. Mert Isten mindannyiunkat a saját áldásunkkal, a saját elhívásunkkal áld meg. Egyre kell törekednünk, hogy szellemben járjunk. Hogy azt az áldást, azt az ajándékot, amit megkaptunk az Úrtól, azt keskeny úton használjuk föl. A sorsunk, két sors van előttünk. Van egy a keskeny út, egy keskeny úton, az Isten országába vezet, és van egy sors előttünk, ugyanazzal az ajándékkal, a széles úton. És elmehetünk a széles úton is, azzal felhasználjuk a magunk dicsőségére az ördögnek. Hogy van írva? Mit tett Ábrahám? Oltárokat állított föl. Mit csinálunk mi? Oltárt állítunk az Úrnak. Az oltáron mit áldozunk? Vagy, ha nem szellemben járunk, akkor oltárt készít bennünk az ördög? Önmagának. Nagyon fontos, hogy lássuk. Júda, csodálatos, de Józsefről sem feledkezett meg. Figyeljétek, termékeny fa József, 22. vers, 49. rész, 22. vers. Termékeny fa József, termőág, forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat, keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven marad a kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, Izrael pásztorától, kősziklájától. Nézzétek csak, hogyan jellemzi az apa? Izrael pásztora. Mi a pásztor feladata ebbe az időbe? Megmentés. Ki a kőszikla? Jézus Krisztus. József Jézus előképe. Ki mentette meg az éhhaláltól Izrael fiait? József. Hogyan? Hogy véghez vitte az Isten akaratát. Áldja meg az Úr a mi szívünket, hogy a 25. vers teljesedjen be az életünkről, Atyád Istenétől, éltől, aki segítsen a mindenhatótól, az elsadálytól, aki megáldjon az ég áldásaival, onnan felülről, a mélység áldásaival. Áldás, áldás, áldás. Jákob tudta, hogy azt az áldást, amit ötszörös áldást vett el, hogyan kell szétosztani a 12 között. És szétosztotta. És amikor áldást osztasz, akkor tudsz áldást osztani, ha van miből. Előbb el kell venni. Előbb el kell kérni. Édesapa, édesapák, Isten velünk kötött szerződést. Mint ahogy szerződést kötött az édesapával, Jákobbal, és szétosztotta a 12 felé, ugyanúgy velünk is szerződést köt, hogy osszuk meg az áldást. Figyelj oda, nézd a te gyermekeidet, figyeld oda, nézd meg Isten, mit helyezett el náluk, és mint ahogy tette Izrael, hozd elő, profétálj, és hozd elő azt az áldást. Mert mit mond? Mindegyiket a tulajdon áldásával áldotta meg. Látta, hogy mi van benne. Látta, hogy mit helyezett el az Úr. De akkor fog elindulni, megvalósulni, amikor az apa a prófétai szóval kimondja. Ha nincs apa, hívő ember a családba, akkor ott az anya. Akkor vele kötött szerződést az Úr, új szövetségbe, az édesapa és az édesanyja egy szintre lett emelve. Szeretném ezt tudnátok. Tehát, kedves testvéreim, visszatérek az elejéhez, és könyvek íratának meg. Mi az a mondat, amit megíratott Józsefről? Nekünk itt van előttünk. Az Úr Józseffel volt. Mi az a mondat, amely megíratott Júdáról?
igazabb bűnállamnál. Ez azt jelenti, hogy visszatért. És ott volt. És mi íratott meg? Fejedelmi pálca van nála. Belőle származik a megváltó. Dicsőség ezért Istennek. Mi az, ami rólunk megíratik? Tőlünk függ. A választás a miénk. Cselekedjük, tegyük azt, amit az Isten igéje ad nekünk. Engedjük meg. Hogy mondja a római levélben a 12. résznek az első verse? Változzatok át a ti elméteknek megújulása által. Változzatok át, hogy Istennek kedves, Istennek tetsző életet tudjunk élni. Vagyis, hogy az az áldás, amit elhelyezett bennünk, az Isten dicsőségét szolgálja. Én hiszem és vallom. Ahogy nézem a testvéreim életét, látom mindenkinél Isten áldása ott van. Rajta van. Rajta van. Elő kell hívni, meg kell tenni, meg kell cselekedni. Júda megtér, kegyelmet kapott, és pátriárka lett, ősatya lett. Ha mi is megtérünk, lehetünk mi az elsők a családunkba, és áldást tudsz mondani a gyermekeidre, áldást tudsz mondani a rokonaidra, és az Isten dicsőségét munkáljuk. Ne éljünk test cselekedetei szerint. Ne járjunk. Szomorú azt nézni, itt van a föltéve, ugye, meghal az egyik fiú, meghal a másik, meghal a feleség. A test cselekedetei a halál. A szellem cselekedetei pedig az élet. Amikor fölkiáltott az az asszony, hogy özvegységemben nem adták nekem ide a következő férjemet, akkor Isten indította, hogy mit kell tennie. Istennek az indítása volt ez. Mert belőle született a következő generáció. Adja nekünk az Úr, hogy ezt meglássuk, és járjunk az Isten útján. Hadd legyen ez egy csodálatos látás nektek, nekünk, nekem is az volt, hogy meglássuk egy ember életén keresztül, hogy a testnek cselekedetei hova vezetnek, a szellemnek cselekedetei pedig hova vezetnek. Áldjon meg minket az Úr. Amen.